2015-ben a Salzburgringen többször megforogtam a levegőbe, és az aszfaltra is lejött az autó tetővel. Az elég nagy baleset volt, de rá egy hétre sikerült nyernem versenyt. Soha nem volt az bennem, hogy akkor most befejezem a versenyzést, mert volt egy balesetem. Az elején, mikor oda kerülök egy szériába, és nem ismerem a ellenfeleimet, mindig először persze úgy gondolják, hogy nem leszek annyira erős, tehát nem jelentek nagy veszély, de mindig, amikor meg bebizonyítom már az első verseny hétvégén, hogy igen, veszély vagyok rájuk, mert a dobogon végeztem, akkor mindig tudják értékelni azt, hogy oké, ezt máshogy gondolták, és számolni kell velem. De egyébként bosszant az a sztereotípia, hogy a nők rosszabbul vezetnek? Szerintem egyáltalán nem vezetnek rosszabbul, mert nem egyszer látom olyat, hogy férfi vezetők is azért 25 percig parkolnak valahol, ahol elég nagy hely van. Hogy már 4 éves korod óta vonz ez az egész történet, hogy... Hát már akkor nem babáztam pontosan, hanem egy műanyag dzsip volt otthon, és azzal mentem össze viszont. A 2014-es évben több újonc is bemutatkozott. Megláttam a Suzuki-t és megtetszette. És ehhez mit szóltak a szüleid? Azért nem egy lányos sport, nem féltenek? De. Volt egy megfigyelő az egyik versenyemen, mikor még Suzuki-val versenyeztem. Hány éves korodig szükezett? Akartam 14 és 15. Pár hétre rá a verseny hétvége után jött egy megkeresés a német Audi Sporttól, hogy szeretnének meghívni hozzájuk. Hogy működik jogilag, hogy ugye 14 évesen te már ülhetsz volna mögé? Ehhez külön engedély kell az autósportban. Nekem egy éve van jogosítványom. Most elkezdtem versenyezni Ázsiában ezzel az F3-as autóval. Már volt az első fordulója a V-Series-nek, ez a női sorozat, ami idén indulna. És oda sikerült bejutni a legjobb 28 versenyző közé a világból. Az, hogy eljuss egy ilyen színhez, az elképzelhető, hogy belekerül egy ház árába. Vagy több. Minél több időt tölt valaki az autósportba, és sikeres tud lenni, akkor egy idő után meg lehet belőle élni, de az elején semmiféleképpen. Általában a pilóták alacsonyak, magas lány vagy, nem? 175 centi. Ez előny, tehát mikor az Audihoz kerültem, akkor nagyon boldogok voltak, hogy nekem ez a méretem, illetve pont megfelelő vagyok, mert például ha még nagyobb lábam is lenne, akkor már rosszabb lenne, mivel a formaautóban, mert nincs akkora hely például, hogy nagyobb lábad legyen, mert akkor meg hozzáér a tetejéhez belül az autónak. Tehát akkor gátol abba, hogy pedálozz is pluszba. Az mindig megvan szabva, hogy mit ehetünk, illetve hány edzés van, mire edzünk, melyik nap, tehát mindig bőn. Mit nem ehetünk? McDonald's egyértelműen. Ilyen zsíros ételeket nem ehetünk. Nagyon régen. Sajtburger. Régen. Azt jól tudjuk, hogy a kedvesed Ralf Schumacher fia. Igen. 2017-ben, mikor az Audi Sport TT kupába versenyeztem, akkor az akadémiából volt a Niklas Nielsen, és ő már ismerte a Davidet gokartozásból. És akkor mondta nekem, hogy a Davis szeretne vele találkozni, meg versenyhétvégén voltam, mondtam, hogy én most versenyzem, nem érek rá. De annyira kitartó volt, hogy 2 hónap után akkor találkoztunk Ausztriába. A nagybátyját voltál látogatni, vagy? Ez titkos. Ez titkos? Erről azért, mert ugye a média is jegeli most az egész sztorit, hogy mi van vele. Úgyhogy azért nem szeretnék én az az egy ember lenni a világból, aki úgymond valamit meg is oszt róla. Nyilván meg szoktak döbbenni, hogy ilyen fiatalon, pláne lányként, hogy bírom ezt az adrenalint kezelni, illetve a nyomást. Verseny közben is, mikor mögöttem vannak és próbálnak, például ez túrautóba volt, ugye ott akkor volt lámpa az autóba, és villogni vagy bármilyen, hogy megzavarjanak, engem soha nem lehetett, tehát soha nem lehetett kizökkenteni a tempomból.